Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Veterán Masters és mozgáskorlátozó horgász világbajnokságról. Szegeden a Matyér jevezős pályán vagyok. Most a veterán kategóriánál, ahol Varga József, Tímár Gábor, Szénási Béla, Cakó János és Jónás György a versenyzők. Most Cakó János a tartalék ezen az első fordulón. Utána pedig a Masters kategóriában Ambrus Tibor, Erdei Attila, Faragó Róbert, Pap József és Heyman József horgásznak. A mai napon Heyman József, aki a háttérből segíti a csapatot. És a mozgáskorlátozottak vannak a pályának az első traktusába. Ott Csala Tibor, Jámbor János, Jéger Szabolcs, Uris Atti Gyula, Botos István a versenyzők. Botos István az, aki most a háttérből segíti az első fordulóban a csapattársait. Hát miről szól ez a horgászverseny? Hát nyilván arról, hogy meg kell nyerni, de milyen halakról. Elsősorban pontyról, illetve kárászról. Ez a két hal az, ami a leggyakrabban orogra akadhat. Erre horgáztak a versenyzők. Az egészeti felkészülésnek a végén kezdődött most már el ez a világbajnokság, és ahogy az lenni szokott, ilyen erős szél, mint most az első fordulóban van, soha nem volt az edzések alatt, úgyhogy teljesen meglephette most a mezőnyt ez a nagyon-nagyon erős, néha-néha már viharos erejű szél, de hát meg kell ezt is tudni oldani, hiszen azért nagyon nagy rutinnal rendelkező versenyzők vannak itt. Tommy Pickering, Bobnád, egyébként Bobnád is ma tartalék, ma háttérből segíti a csapatát, de ugye Erdei Attilát a hazai nagyságok közül, ha csak őt emelem ki, vagy Tímár Gábor, Ambrus Tibor, Pap Józsefet, és még sorolhatnánk a nagy neveket, Umberto Balabéni, Govigino, aki egyébként az olasz csapatnak a csali importőre is, tehát ugye a világbajnokságon vagyunk, mindig tőle szoktuk vásárolni a csalit Olaszországban. Nagyon-nagyon sok híres zsándeszt, tehát sorolhatnám még tényleg itt nappal lát éve ezeket a nagy neveket, akik itt vannak, úgyhogy meg fogják tudni oldani ezt a horgászatot. 11,5 méteres a bottos limit, nyilván ebben az erős szélben mindenki igyekszik minél rövidebben horgászni, hiszen annál pontosabb, annál könnyebben meghorgászható ebbe a tarajos hullámokban, viharos széllel spékelt horgászpályán most a halfogás.
Mondtam ugye, hogy pontyhorgászatról szól, az első sorban kukoricával történik a rájuk való horgászat, de bizony azért azok a csapatok, akik ritkábban horgáztak a Matyéren is, teljesen más megközelítéssel jöttek erre a világbajnokságra. Csontival is, áretető anyaggal is horgáztak, tehát azzal is etetnek, illetve hát az edzéseken lehetett látni szép számmal piros csontival fogott pontyokat is. Hát túl vagyunk már itt az első, második órán is lassan. Nagyon szoros a verseny, nagyon nehéz átlátni a pályát, hiszen a veterán kategóriában 14 csapat van, a Mastersnél 21 csapat van, a mozgáskorlátozottaknál pedig 11 csapat van. Nagyon-nagyon nehéz átlátni a versenypályán azt, hogy most ki hogyan áll, de bízunk benne, hogy az első forduló után a magyarok jól fordulnak.
szenvedés volt. Az olyan szenvedés volt. Neked az jó? 18.400. Thank you.
the World Champion for Veterans 2022 is Regenerative.